Kígyózó sorok a kastélynál. Ezek a felvételek még július végén készültek, akkor 3 nap alatt csak nem 10 000 jegyet értékesítettek. Az ilyen napok is hozzájárultak ahhoz, hogy ismét Magyarország leglátogatottabb kastélya legyen a Helikon Kastélymúzeum. Március, április, május időszakok, azok pedig abszolút emelkedtek itt is, ezen a felén is, illetve hát itt az, hogy októberben még több mint 10 000 látogatónk volt, az abszolút jelentős emelkedés. Tehát néhány ezreket emelkedtünk minden egyes hónapban, ugye többet, mint amennyit itt elveszítettünk. A kastély igazgatója a látogatottság havi bontását magyarázza. Pálinkás Róbert azt mondja, hogy a strandidő miatt nyáron kevesebb volt a látogató, amit a többi hónap emelkedése kompenzált. Jelentősen nőtt az eladott kombinált jegyek száma. Pontosan 55.350 fő váltott olyan jegyet, mellyel mind a 6 állandó kiállítást megtekinthette. A növekedésben közrejátszott, hogy 2017-ben már 2 nap állt a vendégek rendelkezésére, hogy felhasználják jegyüket. A Kastélymúzeumban 2011 és 2016 között mintegy 2,8 milliárd forintnyi fejlesztést valósítottak meg, melyek szintén közrejátszottak abban, hogy ennyi látogató érkezett Keszthelyre. A beruházások tovább folytatódnak, az eddigieknél sokkal nagyobb léptékben. Az elkövetkezendő 2-3 évben valamivel több mint 8 milliárd forintnyi fejlesztést fogunk megvalósítani. Tehát ha megnézzük, akkor az előző fejlesztési ciklushoz képest a jelenlegi fejlesztési ciklus, ez 3-szorosa. Ezek grandiózus fejlesztések. Mondhatnám azt akár, hogy történelmi léptékű fejlesztések lesznek a Helikon Kastélymúzeumban. A parkunk fog bővülni, visszáll az eredeti forma, újabb és újabb kiállításaink lesznek. Olyan turisztikai attrakciókat tudunk majd megvalósítani, ahol a hozzánk érkező látogatóknak a köre az egyre nagyobb lesz. A kastély vezetése úgy véli, hogy 2018-ban is elérik a 200 000-es látogatottságot, ezt persze nagyban befolyásolja az időjárás. Több programmal és nyújtott nyitvatartással készülnek, így a strandidőben és szezonon kívül is jobban vonzák a látogatókat.